Falunapot szerveztek Konyban. A rendezvényt Aller Imre polgármester nyitotta meg. Önkormányzatunk képviselő testülete a magam nevében és a Falunap szervezésében résztvevő minden kolléga nevében nagy tisztelettel köszöntöm mindnyájukat a 27. Falunap ünnepélyes megnyitóján. Falunapi hagyományunkhoz tartozik, hogy az ünnepélyes megnyitó a délutáni programok kezdetén kerül sor. De természetesen mi falunapot rendezünk 27. alkalommal immár, és a falunapon vannak délelőtti események is. Hagyományunkon szívvel lezajlott már a Bikakupa kiskvályás labdarúgó mérkőzések, valamint 9 órakor a faluházi kiállításokat nyitottuk meg, majd a közönség jó része bizonyban már meg is tekintett. Délelőtti eseményünk sorában úgy gondolom Kony község történetében is példátlan esemény történt, hisz a település hatalmas összefogások eredményeképpen elkészült községünk lélekharangja, mert az ünnepélyes avató ünnepség keretében helyeztünk fel a kápolna tornyára. Legyünk büszkék ennek a kónyi összefogásnak az eredményére, a lélekharangunkra, hisz pápai áldással bír, hisz a múlt héten, augusztus 3-án Ferenc bába fogadott bennünket. Nagyon kevés település büszkélkedhet azzal, hogy olyan harang szól falujában, városában, amelyik pápai áldással bír. Örüljünk ennek a közös eredményünknek. A délutáni események sorában a következő esemény, ami hamarosan következik, szintén hagyományunkon szíven a Kony községi díjak átadása lesz. Majd azt követően könnyed események, sport és kulturális események sora követi egymást, melyhez a szervezők és a magam nevében kívánok nagyon jó szórakozást mindenkinek, érezzék jól magukat a jelenlévők, érezzük jól magukat, töltsünk együtt egy kellemes délutánt, éjszakát együtt, beszéljenek a régi barátok, találkozzunk régi ismerősökkel. Mi szervezőtársaimmal együtt mindent megtettünk azért, hogy a mai falunap eddigi és a későbbi esemény is zökkenőmentesen mindenkinek kellemes szórakozást nyújtva tudjanak lezajlani. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó élményeket a mai napra, kérem érezzék jól magukat. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük Aller Imre polgármester úr köszöntő szavait. Kedves vendégeink, tisztelt megjelentek. A Kónyi falunap egyik fő célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a településünkön élőket és a községünkből elszármazott, de magukat még mindig kónyiaknak érző és valló egykori helyieket. Rengetegen vannak közöttünk olyanok, akik sokat tettek közösségünkért, ezért megérdemlik azt, hogy elismerjük tevékenységüket és életútjukat, példaként állítjuk a jövendő generációk elé. Ezzel a céllal született meg a 15/1992. október 26-ai önkormányzati rendelet a Kony községért díjról. A Kony községért díj ünnepélyes átadására, ahogy az már hagyományá vált, a megnyitó ünnepségen belül kerül sor. Felkérem Aller Imre polgármester urat, hogy ismertesse a képviselőtestület döntését, és adja át az idei Kony községért díjakat. Tisztelt jelenlévők! Kony község önkormányzatának képviselőtestülete Vért Katalint 67/2016 számú határozatával Kony községért díjban részesítette. Vért Katalin mindenki által ismert Kati óvó néni 1959. augusztus 1-től kezdte meg óvónői pályafutását a Kónyi napközi otthonos óvodában, frissen szerzett oklevéllel a kezében. 44 éven át dolgozott itt, lelkes, gyermekszerető óvónőként. Több generációnak mesélt, éneket, rajzolt, több száz gyermeket tanított, szépre, jóra, köztük engem is. 1985-ben miniszteri dicséretben részesült. Az általános iskolai tanulmányok befejeztével a Soproni Állami Óvóképzőben tanult, majd a győri Révai Miklós gimnáziumban levelező tagozaton szerzett érettségit. Tudása bővítésére zongorázni tanult a győri zeneiskolában, majd 1975-ben elvégezte az óvónők 2 éves komplex szemináriumát Moson-Magyaróváron. Tagja volt a pedagógusok szakszervezetének, titkári megbízást is kapott. 20 éven át óvodavezető helyettesként tevékenykedett, segítve a vezető munkáját. Társadalmi munkát végzett a Vöröskeresztben,
Az Erkel Ferenc Énekkar alapítóinak egyike, és azóta is lelkes, meghatározó tagja az énekkarnak. Évtizedeken át tartó nevelő munkájáért, valamint kimagasló közéleti tevékenységért a képviselőtestület döntési alapján Konyközségért díjban részesítette. Gratulálunk, Kati néni! És az mindig az volt a szemem előtt, amit Széchenyi Istvántól tanultam, vagy hát átvettem, hogy azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk, a szépért, jóért tehetünk. Úgyhogy ennek próbáltam megfelelni, úgyhogy ilyen szépen köszönöm ezt a kedves ajándékot. Néhány perccel ezelőtt vette át a díjat itt Kónyi nyugdíjas pedagógusként. Miért lett ön óvónő és mikor? Már egész kicsi korom óta, hát nem azt mondtam, hogy arra készültem, de hatan voltunk testvérek, úgyhogy hát volt két kisebb öcsém is, aztán hát a környezet gyerekeit nem mindig én vigyáztam, vagy hát játszottunk, meg volt kecskénk, aztán azt legeltettük együtt, úgyhogy igen, jó kis gyerekkorom volt, úgyhogy aztán hát mikor arra került a sor, hogy mi szeretnék lenni, aztán hát anyuka azt mondja, hát legyen óvónő, mert én más ápolónőt, meg nem tudom mit mondta, aztán, úgyhogy aztán hát óvónő lettem meg, úgyhogy fölvettek Sopronba, úgyhogy ott is végeztem, úgyhogy nem bántam meg. És hol kezdte a pályafutását? Itt Kónyba kezdtem, úgyhogy végig itt voltam Kónyba. Melyik évben történt ez? 1959. augusztus 1. Ha visszaemlékszik, milyen volt akkor a Kónyi óvoda? Hány gyermekkel foglalkoztak? Hát, túlzsúfoltság volt, két csoport volt, akkor készült a harmadik csoport, és hát a régi óvoda mellé építettek egy csoportot, és abba azt vettem át aztán én, amikor három csoport. Ez mit jelent, hogy túlzsúfoltság? Ez hány gyermeket jelentett? Hát volt, amikor 45 gyerekem volt, úgyhogy... Úgyhogy hát, még kisebbek, nagyobbak, nyáron is mindig tele volt az óvoda, úgyhogy a létszám megvolt, úgyhogy nem volt ilyen hosszabb szünet se. Úgyhogy. És pontosan hány évet töltött el a pályán? Hát most, ahogyan így összeszámolták, 44-et, de úgyhogy már ez beletartozik az is, hogy visszahívtak így helyettesként egy pár évre. Nagyon sok generáció kikerült a keze alól, köztük a polgármester úr is, Alle Imre is. Igen, olyan helyes volt, mikor nyugdíjas búcsúztatásom volt, aztán mondta az Imi, hát most olyan megtiszteltetés ért engem, hogy a óvónéni már búcsúztathatom. Mire emlékszik vissza a legjobban? Ugye gondolom a közel 5 évtized alatt nagyon sok minden történt, de mi az, amire felhívna a figyelmet például? Ezek a közösségi kis műsoraink, az évzárók, Mikulás, karácsony ünnepség voltak, amikor a farsangi ünnepségek. Úgyhogy a farsangnál az volt az érdekes, mikor mi óvónők is beöltöztünk, úgyhogy én is voltam, amikor magyar lánynak voltam, amikor hegedűsnek, mert valamikor tanultam az óvónő képző hegedűt is, úgyhogy aztán úgyhogy mindenféle ilyen hasonló bohótságokban részt vettünk, a gyerekek meg külön élvezték. Ugye? Önnek mit jelent ez az elismerés, ez a díj? Hát meg se tudom mondani, annyira örülök neki, olyan megható, mert nem számítottam rá egyáltalán, mert én csak tettem a dolgomat, nem vártam elismerést. Köszönöm és gratulálunk az elismeréshez. Konyközség önkormányzatának képviselőtestülete néhai Milus Józsefné Szalánci Margitot 68/2016 számú határozatával
posztumusz Kony községért díjban részesítette. Milus Józsefné, Szalánci Margit, akit mindenki Szilvió Bonéniként ismert, a győri Zrínyiller gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Kecskeméti Óvónőképző Intézet pesti tagozatán folytatta, 1973-ban szerzett óvónő oklevelet. Óvónői pályafutását Budapesten kezdte, majd Győrben dolgozott. 1977-től kapott állást a Kónyi Napközéotthonos óvodában, és itt dolgozott 2005-ig. Pályafutását súlyos betegsége és tragikus halála szakította meg. A mindig mosolygó, nyugodt légkört varázsló Szilvió Bonéni évtizeken át a kónyi gyermekek kedves óvónénia volt. Gyermek szeretete, szakmai tudása elismertetette a szülők és kollégák körében is. Lelkesen munkálkodott az új óvoda környezetének kialakításában, az általa ültetett fák árnyékát még sok generáció gyermeke élvezhetik. Közéleti tevékenysége is meghatározó volt, aktívan részt vett a községi rendezvényeken, 1982-től tanácsadóként is munkálkodott. 28 éven át tartó nevelő munkájáért, társadalmi tevékenységéért posztumos díjban részesítette önkormányzatunk, melyet lánya Barbara fog átvenni. Nagyon szépen köszönjük az egész család nevébe, nagyon meghatottunk ettől, sőt, szólni is nehéz, bár csak az anyu lehetne itt, hogy ezt a díjat átvehetné, de hát sajnos ez nem így van, úgyhogy örülünk és boldogok vagyunk, hogy ennyi idő után se felejtette el a falu. Valójában, hogy így hallottam, gyerekkora óta pedagógusnak készült, óvónőnek, és imádta a munkáját, szerette a gyerekeket. Gyerekként, fiatal felnőttként is tényleg így visszaemlékezve rá, úgy érzem, hogy közösségi ember volt, szeretett tevékenykedni a faluba, úgyhogy próbálunk a nyomdokaiba lépni, és büszkék vagyunk rá, és még egyszer is köszönjük, hogy rágondoltak. Milyen emlékeket őrzöl édesanyádról? Hát gyerekkorom óta arra emlékszem, hogy közösségi ember volt, nagyon szerette a munkáját, a gyerekeket. Minden óvodástársa megemlegeti a mai napig az anyukámat, hogy Szilvió Bonénit mennyire szerette, nagyon kedvelte a munkáját és a gyerekeket. Az egyik emlékem az már ilyen fiatal felnőtt koromból, amikor az Ovi Olimpia kezdődött itt Konyba. Ő kezdeményezte az első ilyen rendezvényt, és végigpróbáltuk vele az összes gyakorlatot, úgyhogy nagyon-nagyon élvezte, amit csinált, és társadalmi munkát vállalt, Vöröskeresztben dolgozott. Arról egy emlék, hogy mi ott a Győri úton a buszmegálló mellett laktunk, és egy tábla volt kinn a házon a Vöröskereszt jellel, és hogyha valaki netalántán betévedt, hogy valami problémája van, őt is ellátta. Egészségügyi dolgozó pedig nem volt. És mit jelent a családnak, hogy most már ugye posztumusz elismerés kapott édesanyád, de azért gondolom ez mindenféleképpen egy nagyon jó dolog így utólag is. Nagyon örülünk neki, nagyon meghatódtunk, és büszkék vagyunk rá, és sajnáljuk, hogy nem lehet itt velünk, de remélem, hogy valahol föntről kukucská, és ő is büszke magára, meg ránk, próbálunk a nyomdokaiba lépni és követni az ő munkáját. Köszönöm. Részletet láthatnak a Kónyi falunap programjaiból. Szánta babám csirecserös, hely, hoj, ajárom! Szánta babám a híres Kónyi határon! Száraz a föld, a hármas lekedne mája! Szép a babám, híres konyhaság, haj, nincs pálya. Mondtam babám, ne ragd meg a sejhaj szekeret. Feltöri a Bella nyél a kezedet. Fámul van a Bella nyele, nem másból. Feltöri a tenyeredet, sejhaj.
feltöri a tenyeredet, sejhaj csúnyául. Ez a kislány megy a kútra, nem talál a gyalogútra, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, ez a kislány olyan kislány, maga jár a legény után. Hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, ez a kislány azt akarja, hogy a legény megcsókolja. Hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, akármilyen öreg asszony, ha megkérik, csak menj asszony. Hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, és azt mondja a legénynek, adjon Isten engem kentnek. Hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, elesett a luda jégen, majd fel kell a jövő héten. Hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt, hajnalba, ha-ha-ha, hajnal előtt. Rózsafa nyílik a házam előtt. Sárga harigó, kerek a cipó, a babám édes csókja volna jó. Tanulom a nagy ég, a csillagos ég, hogy ilyen szerelmes nem voltam rég. Hely, amikor a galambom hozzám ér, meg is tudnék bolondulni egy csókjáért. Sárga harigó, kerek a cipó, a babám édes csókja volna jó. Hallottuk, bicám, figyelj ide rám, volna ám hozzád egy kis mondókám. Szíved csak odá, ide-oda jár, pedig hát minden egyes percét kár. Hát, hogyha az okos szóra hallgatnál, anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, kerek a cipó, nekünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga harigó, kerek a cipó, nekünk már házasodni volna jó. Házunk előtt, kedves édesanyám, van egy magas eperfa. Alá álló, kedves édesanyám, hogy ne házzak alatta. Csipkés annak a levele, sejde jó szagú. Egy legényért, kedves édesanyám, sose leszek szomorú. Házunk előtt, kedves édesanyám, ragyognak a csillagok. Én hozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag beragyok. Én tőlem is irigyeli azt a csillagot, amelyik a babám ablakába minden éjjel beragyok. Én tőlem is irigyeli azt a csillagot, amelyik a babám ablakába minden éjjel beragyog. Ráérsztenék, kedves lányom, kimenni, ráérsztenék a legénnyel be
beszélni. Jól van, anyám, tudom, hogy még ráérek, azt is tudom, hogy nem sokáig élek. Zöld erdőben terem a mérges figyó, szép leányból lesz a legény csábító. Édesanyám, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. ورجعت بعد شو وحنين وحنين ورجعنا نتقابل من قلبي خد قابل انا انا عارف ان بعد مستحيل تقدر عليه وان انت جاي جاي تاني حتى بعد ايه معقول قلبك انت انسى قلبي هواك لا 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 انا عارف ان بعد مستحيل تقدر عليه وان انت
sneezes, all nasty diseases. Take good care when I'm not there, I'm still in love with you. Right here, right now.